Rendkívül népszerű a nyugtalottó, bár az ünnep miatt csak kettőn lehetett leadni a kéréseket a nyertes nyugtával, más szép számmal vannak jelentkezők. Maros megyében szerda reggelig 104 jelentkező volt, ennek mintegy fele Marosvásárhelyről és környékéről. Itt épp az egyik nyertes nyugta tulajdonosa adja le az igénylését, de szkeptikusan néz az elkövetkezendő időszak elé. Reméljük, hogy nyerünk, ahogy mondják. Aztán, hogy igaz-e vagy sem, kiderül. Egyelőre leadtuk az iratokat. A nyerteseknek a hétfői sorsolást követően 30 nap áll rendelkezésükre, hogy a nyugtával és a kitöltött kérvénnyel jelentkezzenek a pénzügynél. Mellékelni kell természetesen a bont is, a kasszabont, a kérés, ez a feltétel, a kérvény teljesen ki kell legyen töltve, minden rovatka helyesen kitöltve, és 30 napon belül be lehet nyújtani, amennyiben igényelnek. Mi készítünk egy másolatot is, és akkor majd következik a pénzleosztás. És ami nagyon fontos, szükséges számla, mert ugye a bankszámlájukra fogjuk átutalni a pénzt. A kérvénynek a bankszámlaszám és a személyes adatok mellett a nyugtára vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. Nem jogosultak a nyereményre azok a nyugtatulajdonosok, akiknek valamilyen tartozásuk van az állam fele.